Kedves online konferencia résztvevők, nagyon örülök, hogy ilyen szép számban érdeklődnek a... Még a Megyei Értéktárt Bizottság elnöke számára is új volt a szituáció, hogy online kell előadást tartania. Az interneten zajló konferenciára az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című pályázat keretében került sor, mely azt a fő célt tűzte ki, hogy erősítse a megyei lakosok identitástudatát, ne csak közösségi szinten, hanem az egyének családok életében is. Ezt most a bennünket körülvevő megyei értékeken keresztül próbálták megvalósítani. Akkor tudunk igazából cselekvőképes nemzetté válni, és cselekvőképes közösségé válni, hogyha ez az identitástudat, amely akár egy településhez kötődik, akár egy közösséghez kötődik, és akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, mint megyéhez kötődik. Azt hiszem, hogy ebben mind-mind tud segíteni bennünket, és ennek a projektnek pedig pontosan az volt a célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban fellelhető értékeken keresztül is erősítse ezt a megyéhez való ragaszkodást. Az esemény nyitott volt, bárki regisztrálhatott és követhette az interneten az előadásokat. Az érdeklődők újdonságokat is hallhattak, például arról, hogy az Értéktárbizottság legutóbbi ülésén újabb értékekkel a Hetefehércsei temetővel és dr. Pető Ferenc akadémikus kertészmérnök munkásságával bővült a lajstrom. Múlt hét óta már azt is tudjuk, hogy az egyik legismertebb megyei értékünk a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhe és a Pócsi Búcsúk hungarikumán nyilvánítását hivatalosan is kérvényezték, így hamarosan még nagyobb figyelem fordulhat felé. Az online konferencia egyik előadásán elhangzott, a nemzeti értékekről sokszor természeti helyek, különleges építmények, műtárgyak jutnak az emberek eszébe. A búcsújáró helyen azonban mindez megvan egyszerre. Mint a görög-katolikus parókus fogalmazott, Mária Pucs identitásunk szempontjából az otthonunk. Ugye általában megkérdezik az embert, hogy mi az az otthon. És talán a legegyszerűbb válasz, hogy oda megyünk mindig haza, ahol az édesanyánk van. És azt látjuk, hogy itt egész Kárpát-medencének a keleti része, tehát Kárpátalja, Bárcium, Felvidék és a szabolcsi emberek számára Mária Pucs mindig egy ilyen otthonélmény. Ahova hazamegyünk, ahol egy kicsit jól érezhetjük magunkat, ahol olyanok vagyunk, amilyennek szeretnénk, hogy legyen, amilyennek az édesanyánk lát. Tehát ez az otthonélmény szerintem mindenképpen felülmúl és összefog minden, és legfőképpen ott van együtt a család. És milyen jó látni, hogy ez a család tényleg túlível a határokon, túlível a régiókon, és hát Mária Pucs esetében túlível a nyelvi határokon is. Valóban annyi érték vesz bennünket körül itt a megyében, és olyan csodákkal vagyunk körülvéve, amelyekre nagyon büszkének kell lennünk. És ez... Az eseménynek célja volt az is, hogy az érdeklődők megismerjék az értéktárbizottságok működését, az értéktárakba való felterjesztés formáját. Szó volt mások mellett a megyei közösségi művelődés tevékenységrendszerének fejlődéséről, valamint a beregi keresztszemes hímzés, mint kulturális örökség jelentőségéről.